Görbül a botkapás van. Október 16-án csak a tagok és a Bátaszéki Horgász Egyesületet támogatók pecálhattak a bányatavon. Minden évben megrendezzük, igazándiból azokat látjuk vendégül, akik vagy egész évben támogattak minket, vagy anyagilag, vagy eszközileg, vagy munkailag, meg a vezetőségi tagokat. Igazándiból a vezetőségi tagok egész évben végig dolgozták azért, hogy a horgászoknak jó legyen. És most ez a nap ez arról szól, hogy mondjuk úgy, hogy ők pihenjék ki magukat, ők érezzék jól magukat, főzünk egy jót, beszélgetünk egy jót, egy baráti társaság összejön, és a támogatókkal jól érezzük magukat. Nem is igazán a versengés, hanem inkább a kikapcsolódás, és hogy most csak a miénk a tó. És csak mi horgászhatunk, csak a mi dolgainkkal, a mi sztoriainkkal foglalkozunk, és nincs ellenőrzés, nincs semmi, hanem tényleg csak a kikapcsolódás, és csak a horgászat. Ez a nap, ez erről szól. Kicsit így is köszönjük meg az áldozatos munkájukat a támogatóknak is, és azért a vezetőségi tagokat. Mert azt ne felejtsük el, hogy itt mindenki családos, kisgyerekek, vagy ha már egy kicsit idősebb korig, akkor is mindenkinek megvan a saját problémája, de mégis kijön és csinálja. Önfeledten, ez nálunk egy áldozatos hobbi. A vezetőségi tagok önzetlenül akár anyagi javakat háttérbe szorítva, és nem foglalkozik vele az, hogy most vettem 20 liter benzint, most csak mondtam egy példát, vagy bármi mást, és nem az az első, hogy te figyelj, hoztam számlát, fizessék az egyesület. Nagyon sokszor még számlát se hoz, és nem is érdekli az anyagi. Csak az, hogy mindenki itt egy fennmaradó, a jövőbe egy szép dolgot alkossunk, ami fennmarad, és meg tudjuk mutatni, hogy igen, ezek mi voltunk. Ezt tettük a város érdekébe, ezt tettük akár a fiatalságnak, hogy valahol ki tudjanak jönni és jól érezzék magukat, vagy az idősebb korosztálynak, a horgászoknak. Körülbelül 15-20 éve horgászunk a papával, megbolondított, de körülbelül 10 éve, 15 éve féderezünk, és ez nagyon-nagyon élvezetes, és mindenfelé járunk, végül is én horgászversenyekre is járok, tehát nem csak itt az egyesületnél, hanem megyei szinten is járunk horgászversenyre. Ez a kikapcsolódás, ami van, és ez az izgalom együtt jár, hogy most kap hal, és hogy sikerül-e kifogni, ez annyira feltölt engem, hogy azért is horgászok, mert egyébként irodában dolgozom, és akkor ez utána kikapcsolódásként ez nagyon-nagyon jó. De most két pontyom nekem elment, egy-kettőt fogtam most. De benne van a pakliba, hogy az ember nem találja el a csalit, mert most már háromfajta etetőanyagot használtam, meg már hatféle csalit, de most az utolsóval fogom, ezzel a csalival jön. Elvileg most kettőt fogtam, illetve négyet. De aztán mi lesz a vége, nem tudni. Willi Gábor nem csak támogatója, de már több évtizede tagja is az egyesületnek. Kereskedőként, építőanyag kereskedőként egy kis építőanyaggal segítettem a Horgász Egyesületet. Én is most már azt lehet mondani, hogy közel 30 éve tagja vagyok az egyesületnek, úgyhogy nagyon régóta horgászunk a fiammal, úgyhogy egy kellemes napot tart így az egyesület, hogy horgászat, és akkor utána meg egy kellemes ebéd, de még befejezzük a mai napot. Az egyesület szempontjából is azt mondom, hogy azok a tagok, akik sokat tesznek az egyesületért, akár azt mondom a vezetőség, vagy a támogatók, vagy akár a sima tagok is. Tehát van egy nap, amikor együtt vagyunk egy kicsikét, ez már olyan könnyedebb, tehát nincs rajtunk feszültség. Egy ilyen mókás horgászat, azt mondom, hogy jól érezzük magunkat, és ennyi. És hogy miért érdemes horgászni? A vízközelség, tehát a csend, a nyugalom, tehát a hétköznapoknak az a taposómalma, az állandó stressz, amiben vagyunk, mert abba vagyunk. A horgászat az pont az ellenkezője, ebből szakít ki. És nincs kényszer. Tehát most, ha én hal nélkül megyek haza egy horgászat után, az se probléma, mert jól éreztem magam, vízközelben voltam, természet mellett voltam, és eltöltöttem kellemesen az időmet. Nem csak a szokásos karbantartást végzik el évközben, fejlesztéseken is dolgoznak. Idén nekiálltunk még megcsinálni a vízutánpótlást, ami sajnos
ígéretemet meg kell szegjem, és nem szabad most már időpontot mondanom, hogy a napelem mikor fog elkészülni. Mi már reménykedtünk benne, hogy már csobogni fog a vízutánpótlásunk. Sajnos még nem, de reméljük, hogy ez most minél előbb sikerülni fog már. Megcsináltunk még a főzőt. Végülis két főzőt főlett falazva, az egyik kollégánk megcsinálta, és mellé csináltunk egy faszerkezetű tárolót. Még idénre ez még úgy be volt vállalva, hogy megcsináljuk. Csináltunk egy haltelepítőt is még, azt azért egy kicsit meg javítgatnánk, mert nem teljesen tetszik a végeredmény, de ez is meg lesz oldva is. És ha a víz utánpótlás megvan, akkor már azt mondhatjuk, hogy most azért már nyugodtan beleülhetünk. És egy kicsit pihi, vannak még a közeljövőre tervek, de most már azt mondjuk, hogy a szükséges dolgok azok megvannak. Mindenféleképpen köszönetet kell mondanunk azoknak, akik segítettek, köszönetet kell mondani azoknak, akik nem jöttek el, de így is segítettek, mert ezek nélkül azért nem ment volna. Ez illik megköszönni bárkinek, akár csak egy fűnyírással, hogy eljött nekünk segíteni. Ilyen apróbb gesztusok, nekünk ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek, és ez miatt úgymond forintos összegek nagyon a zsebünkbe maradnak. És mi ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik.